Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Fókuszban, Hírháttér magazinunkban, amelyen minden kedden este jelentkezünk a híradó után olyan témákkal, amelyekről Önök is beszélnek. Mint arról mi is többször beszámoltunk már, a városvezetés kiterjesztette a hulladékszállítási díjkedvezményezettek körét. Emellett törvényi változás miatt új, más méretű hulladékszállító edényeket is kiosztottak, tehát a hulladékszállítás és az ezzel kapcsolatos változások lesz a témája a mai fókusznak, hamarosan érkeznek hozzám vendégeim. November végén néhány házhoz az önkormányzati képviselők vitték ki az új hulladékgyűjtő edényeket, ezen stábunk is ott járt. Mint arról már mi is többször beszámoltunk, a városvezetés kiterjesztette a hulladékszállítási díjkedvezményezettek körét. Ezzel az intézkedéssel már 2774 háztartásnak nem kell fizetnie azért, hogy elvigyék tőlük a szemetet. Emellett törvényi változás miatt új, más méretű kukákat is kiosztanak a város szépkorúinak. Az ígéretekhez híven ezt kedden meg is kezdték, sőt néhány házhoz személyesen maguk a képviselők vitték ki. Örülnek egyrészt a kedvezménynek, hogy a kedvezményezetek köre ismét bővült, egy újabb rezsicsökkentést vezetett be a város vezetése, illetve annak is nagyon örülnek, hogy kapnak egy új gyűjtőedényzetet. Korábban már hallottunk erre utaló megjegyzéseket, hogy nem tudják megtölteni az egyedülálló, illetve a kétszemélyes háztartásban élő nyugdíjasok ezeket a nagy 110-120 literes gyűjtőedényzeteket, ezért is indokolt az, hogy ezt a kisebbet talán jobban tudják használni. A kukákat előzetes kérésre házhoz viszik, így kapta meg Kári Sándor is ma délelőtt az új személy gyűjtőedényét. A 81 éves makói nyugdíjas bölcs döntésnek tartja a változtatást. 2700 valahány háztartásba viszik el, nagy segítség azoknak a nyugdíjasoknak. Többek között nekünk. Én ugyan nem vagyok rá szorulva, mert tudnám magam is fedezni, tehát nem vagyok olyan életkörülmények között. Megteremtettünk magunknak már egy viszonylag elfogadható életformát, de végül is jól esik a figyelmes. Az igényelt kukák kiszállítása az érintett háztartásokba várhatóan 2 hetet vesz igénybe. Akik eddig még nem kérelmezték, azok a Városháza földszintjén, a 27-es számú irodában december 31-ig még megtehetik. Köszöntöm a stúdióban mai vendégeimet, Cérvos Gábor alpolgármestert és Szabó Sándort, a polgármesteri hivatal jogi irodájának vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ám bevezetőben is említettem, hogy a városvezetés egyik választási ígéretét teljesítette azzal, hogy mostantól nem csak a 70 év felettiek kapnak hulladékszállítási díjkedvezményt. Kikre terjesztették ezt ki nemrégiben? Igen, egy újabb rezsicsökkentést vezettünk be, 65 év feletti egyedülállókra hirdettük meg még a választási kampányban, hogy díjkedvezményt szeretnénk bevezetni, de ezt kibővítettük nem csak az egyszemélyes, hanem a kétszemélyes háztartásokra is, úgyhogy a kétszemélyes háztartásokban is igényelhető az idei évtől az ingyenes hulladékszállítás. Ez azt jelenti, hogy pontosítsunk, hogy csak azok igényelhetik, ahol maximum 2 laknak. Tehát ha lakik még velük valaki, akkor már nem, ha jól értem. Így igaz. Így igaz. Tehát az új hulladékszállítási díjkedvezményünk értelmében, amit Makóváros önkormányzata biztosít, annak értelmében az egyszemélyes, illetve a kétszemélyes háztartások jogosultak, ahol ugye 65 év fölötti személy legalább van. Itt az volt a félreértés, hogy sokan igényeltek olyanok is, ahol hároman laknak egy bejelentett lakcímen, hároman laknak egy helyen. Ők nem jogosultak erre a kedvezményre, de abban az esetben például jogosult vagyok a kedvezményre, hogyha van egy házas pár, ahol például a férfi 66 éves, de a hölgy még csak 64 éves, és csak 2 vannak bejelentkezve erre a címre, akkor ők jogosultak. Itt ugye a félreértés ebbe adódott, de ezt mindenképpen szeretnénk tisztázni, hogy ahogy ön is mondta, hogy csak az egy, illetve csak a kétfős háztartások jogosultak erre a díjkedvezményre, amit akkor sem kommentet. Tehát a lényeg az, hogy arra a lakcímre 2 legyenek bejelentve, és legalább az egyikőjük töltse be a 65 évet, és akkor ingyen részesülnek díjkedvezményben. Mennyiben nőtt a kedvezményezettek köre, tehát hányan részesülnek ebben a támogatásban idéntől? Most 2774-en vannak, ez a háztartások száma, akik igényelhetik az ingyenes hulladékszállítást, ez nagyságrendileg 25% a Makóvárosának. Kell ezt igényelni, vagy automatikusan megkapják a kedvezményt az erre? Ugye, aki a korábbi rendszerben benne volt, önökik nem kell igényelni, hiszen automatikusan fölülvizsgáltuk, és ez meg is történt, hiszen őket ugye ki is értesítettük, ez már meg is történt, ők már igényelték is a kukát, legtöbb helyre már kiszállításra is került, vagy személyesen átvették a kettes terepen.
Akik viszont most töltik be, vagy most lépnek be ebbe a díjkedvezménye élesül, most töltik be majd a 65. életévüket, nekik igényelniük kell, tehát nem alanyjogon jár, hanem igényelniük kell. Alanyjogon azoknak járt, akik már benne voltak a kedvezményben, mi fölülvizsgáltuk, és megkereséssel értünk feléjük. Ugye ez most már folyamatos lesz, tehát aki mondjuk jövőre betölti a 65. életévét, az igényelheti, milyen módon teheti ezt meg? Hol? Ugye tekintettel arra, hogy itt nyilván a kezdetekben, amikor ugye ez a díjkedvezmény bevezetésre került, akkor ugye nyilván egy nagyobb létszámú ügyfélforgalom jött a hivatalunkba, ezért városvezetés azt a bölcs döntést hozta, hogy egy külön erre a célra föntartott ügyfélszolgálatot hozott létre, hogy ez a polgármester hivatal szárnyépületének földszint 25-es irodájában volt, ugye direkt a kezdeti nagyobb létszámú ügyfeleknek a fogadására hoztuk létre az irodát. Ezt követően természetesen már nincs ilyen volumenű ügyfélforgalom, ezért a hatósági csoportnál kell ezt a kedvezményt ígérni, a szárnyépületben vannak. Ezt a kedves ügyfelek nagyon jól tudják, hogy hol tudják megtalálni, a szárnyépületben található hatósági csoport. Ott kell ezt a díjkedvezményt kérni, és a kollégák segíteni fognak, és azt követően nyilván ez egy kérelemindulási eljárás a most belépők számára, és ugye itt polgármester hatáskörbe átruházott döntésről van szó, természetesen azt követően születik meg a határozat, amiről értesítést kapnak a kedves ügyfelek. A polgármester úr, egy picit forintosítsunk, mit jelent ez a díjkedvezmény éves szinten, tehát mennyivel kevesebbet kell fizetniük ezután a nyugdíjasoknak? A Kováros önkormányzata erre a hulladékszállításra 28 millió forintot költ egy évben. Ha ezt leszeretném osztani a háztartásokra, akkor nagyságrendileg olyan 3000 forintot lehet spórolni egy nyugdíjasnak vagy egy nyugdíjas házaspárnak negyedévente. Éves szinten akkor olyan 12 és 15 ezer forint közti megtakarítás lehet ezek után, hogyha igényli nálunk ezt a kedvezményt. Emellett, hogy egy másik kedvezményben is részesítették a szépkorúakat, hiszen más új méretű kukákat is kiosztottak nekik. Mert volt erre szükség? Azért, mert a törvény a 60 és 80 literben minimalizálja az előírást. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egyedül él, egy személyes háztartásról beszélünk, akkor 60 liter a minimális edény, két személyes háztartások esetében pedig a 80 literes. Erre azért volt szükség, és azért történt ez a minimalizálás, mert ugye a szelektív hulladékgyűjtést is elkezdtük párhuzamosan, így amit megkaptak a lakosok, azokat a zsákokat, oda tudják gyűjteni a PET palackokat, a fémet, illetve a papírt, és így indokolt a kisebb edényzet. Egyébként több alkalommal beszélgettünk nyugdíjasokkal, és mondták, hogy ők az 110 és a 120 literes edényzetet egy hét alatt sem nem tudják megtölteni, maximum egy negyedig vagy félig van, így 60 és a 80 literes edényzetben is elfér az ő hulladékuk. Személyesen is vittek házhoz a képviselők hulladéktároló edényzeteket, az újakat, többek között ön is a polgármester úr, mik a tapasztalatok, itt szóltak hozzá nyugdíjasok? Örültek az új edényzetnek, köszönték szépen, és a legfontosabb az, hogy nem került nekik semmibe, nem került többe, és azok is nem örültek neki, akik újra új kedvezményezettek lettek, a 65 év és a 70 év köztiek. Nem mindenkinek vitték házhoz, bár azt hiszem, hogy kérésre házhoz viszik, de tudják venni máshol is, hogyan működik ez. Így igaz, mint mondottam, volt ugye a két lehetőség van, már a rendszerben lévő ügyfelek, akik korábban is jogosultak voltak ugye a hulladékszállítás díjkedvezményre, őket ugye megkeresésre értünk, igyekeztünk úgy kialakítani, itt sokat egyeztetünk a polgármesterről is, hogy nyilván olyan eljárást alkalmazzon a hivatal, hogy minél kevesebb problémával, illetve minél kevesebb ügyintézés jelen a kedves ügyfeleknek, akik ebbe a hulladékdíjszállítási kedvezményben részesülnek. Ezért ugye úgy alakítottuk ki a rendszert, hogy gyakorlatilag megkeresésre jöttünk feléjük, egy papírt kellett gyakorlatilag visszaküldni, amiben tudták igényelni a kisebb hulladék edényeket, és ugye a két lehetőség volt, hogy meg kellett jelölniük, vagy házhozszállítást kértek, megsúgom a legnagyobb része az ez volt, vagy át lehetett venni személyesen a Nonprofit Kft. 2-es telepén. Kevesen választották ezt a lehetőséget. Nyilván akik ezt választották, ők hamarabb kukához jutottak, hiszen ott már egyből át tudtuk nekik adni, akik kiszállítást, ott nyilván ütemezetten történt meg a kiszállítás. Még most is van folyamatban, de tudom jelenteni, hogy a nagy része már kiszállításra került a gyűjtő egyéneknek. És hogy kicsit utaljak az előző kérdéseit, hogy a polgármester úr is ugye mondta, az új hulladékról szóló törvény értelmében, hogy az ellátás minimumát csökkent, és mi ehhez igazítottuk a támogatást is, tehát ehhez igazítottuk azt a támogatási összeget, illetve nyilván a gyűjtőjelenzet is, hogy teljesen paralel módon történ meg a jogszabályban foglaltaknak, tehát ahhoz igazítottuk a kedvezményünket, és tekintettel arra, hogy módosítást kellett eszközölnünk a támogatásba, ezért azt gondoltuk nyilván itt az ügyfélbarát eljárásba és a teljes körű
ügyfelek minél jobban történik kiszolgálása érdekében, hogy ehhez ingyenesen biztosítja a város a kukát, és aként, ahogy mondtam, hogy minél kevesebb intézéssel járjon, tehát gyakorlatilag azt a papírt, amit megküldtünk, vagy személyesen, vagy postúton visszatották a kedves ügyfelek, és onnantól kezdve úgymond a dolog az automatikusan tudott intézni. Szerencsére ebben teljes mértékben partner volt a hulladékszállítást ellátó gazdasági társaság. Említette, hogy az edényzetek nagy részét már kiszállították, hányan igényelték eddig ezt? Eddig összesen ugye itt a szám, hogyha így mondjuk, hogy a végszámjuk, ugye a polgármester úr mondta, hogy 2774 jogosult volt, de ezt úgy kell számítani, hogy ugye ebbe számos társasházba élő választópolgár, állampolgár is volt benne, akik ugye nyilván azokra vonatkozik az ingyenes gyűjtőedényzet, akik kertesházba laknak, akik úgymond bírnak gyűjtőedénnyel. Itt a friss számokat mondom, 60 literes gyűjtőedény, mint 754-en vettek igénybe, és 8 literes gyűjtőedényt pedig 633-an vettek igénybe. Ez egy mai szám, ez folyamatosan változik, tehát növekszik, tehát még igényelnek most is gyűjtőedényeket. 80 literesből még fogunk kiszállítani nagyságrendileg egy olyan 100-150 gyűjtőedényt. Említette a társasházban élőket, velük mi a helyzet? Ugye ők konténerbe gyűjtenek, de érinti-e őket ez a díjkedvezmény? Természetesen mindenkit érint, aki kedvezményezett korban van, a 65, illetve 70 év fölött. Aki társasházban él, neki is igényelni kell a kedvezményt, ezt a 60, illetve a 80 liter, attól függ, hogy hányan laknak a háztartásban, de ők nem fognak kapni gyűjtőedényzetet, ők a megszokott módon gyűjtik továbbra is a hulladékot, ugyanúgy a társasházzal közösen, ahogy tették azt eddig, konténerbe, illetve kukás gyűjtőedényzetbe. Azok, akik eddig még nem igényelték, nem küldték vissza azt a kis papírt, amit említett irodavezető úr, meddig tehetik ezt még meg? Ugye, mint mondottam volt, ugye a legnagyobb ügyfélforgalom az már megtörtént, vagy már lezajlott a nagy ügyfélforgalom. Ezt ilyen formában ez év végig szeretnénk fönntartani. Azt követően természetesen, hogyha valaki betölti 65. életévét, azt követően igényelnie kell a hatósági csoporttól, és természetesen a hatósági csoport ezt a kéremet el fogja bírálni. De ugye ez már kisebb létszám, úgyfél, hiszen most már mindig csak azok kerülnek be a rendszerbe, akik közül, egy vagy két személyes háztartás közül valaki betölti a 65. életévét. Akkor mondhatjuk, hogy ez a díjkedvezmény és ez a rezsicsökkentéses akció, illetve a kukák házhoz szállítása jól sikerült? Igen, úgy gondolom, hogy ez egy sikeres döntés volt a városvezetés részéről. Nagyon örülnek az új kedvezménynek, hiszen ennyivel is kevesebbet kell fizetni, illetve kaptak egy új gyűjtőedényzetet. Beszéltünk a társasházakról és a polgármester úr kezdeményezésére. Hát talán a nyáron vagy nyár elején két szelektív hulladékgyűjtő szigetet is bekerítettek. Ennek akkor a sikere lett, hogy több lakossági fórumon több társasház is kérte, ez lesz ennek folytatása. Én azt látni kell, hogy évek óta ez nem megoldott probléma, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek a városba. Nagyon sok panasz érkezik be, és hát ha végigmegyünk a városba, láthatjuk, ez nem túl esztétikus látvány, hogy ezek a gyűjtőedényzetek kinyitott állapotban vannak, esetleg a szél kifújja belőlük a belehelyezett hulladékot, ezért valamit kezdeni kell ezzel a kérdéssel. Ezért gondoltam úgy, hogy egységes öltözetbe kell ezeket raknunk, és egy ilyen zöld boxsal kerítettünk körbe a városban most két helyen, egyet a Sárgőzletház mögött, a másikat pedig a Bajcsi lakótelepen, és amennyibe a lakosoknak elnyeri a tetszését, akkor folytatni szeretnék ezt a programot. Lakossági fórumon pozitív visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban, és több társasházi övezetben élő lakos is igényelte, hogy az ő társasházuk mellé is helyezzünk ilyet. Úgyhogy a jövő az, hogy igyekszünk a következő évben, vagy most a télen egy 6-8 darabot elkészíteni, amit tavasszal kihelyezésre fog kerülni. Ezt már a Városgazdálkodási Kft. Ügyvezetőjével már egyeztettük, úgyhogy el fogják készíteni ezeket az új boxokat. És akkor mondhatom, hogy egységes lesz a városban a szelektív hulladékgyűjtő szögeteknek a képe, az arculata. Bízunk benne, hogy mindenkinek a megelégedésére. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy újra szervezzük a szolgáltatóval a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is, ahol nem volt kihasználva, ott felszámolásra kerül, ahol frekventált helyen és nagyobb mértékben használták, ott bővíteni fogunk, illetve még egy nagyon fontos dolgot szeretnék meghelyezni, hogy áthelyezések is lesznek, olyan helyre fogjuk helyezni, ahol kamerával megfigyeltek lesznek, és a jövőben pedig, hogyha újabb kamerákat szerelünk fel, ezeket a szelektív gyűjtőszigetek környékére szeretnénk elhelyezni, hogy az illegális hulladéklerakást megpróbáljuk felszámolni ez úton is. Mivel el is érkeztünk ugye következő témánkhoz, emellett, hogyha hulladékszállítás van, nem mehetünk el, szerintem majdnem minden lakossági fórumon, illetve testületülésen fölmerül az illegális szemétlerakás. Jogilag mit lehet ezzel kezdeni? Lehet-e egyáltalán valamit?
Hát igen, kicsit problémás ennek a hatósági vagy jogi ügyintézése. Természetesen ugye most elfogadott a tisztelt képviselőtestület ugye a Johansson az októberi ülésén ugye egy új rendeletet, amiben ezt szintén szankcionáljuk ugye több tényárási elemen keresztül is. Itt nyilván több lehetőség van. Ugye nyilván, hogyha olyan szintű a jogszabálysértés, akár természetkárosítás, vagy valami, akár bűncselekmény a szabálysértés jellegű tényás, akkor természetesen az eljáró hatóság az a rendőrség. Hogyha ennél enyhébb jellegű szabálysértésről, vagy jogszabálysértésről van szó, akkor a közterület felügyelőink, illetve a mezőrénk természetesen el tudnak járni ebbe az esetbe, és akkor egy közigazgatási hatósági eljárás keretében tudunk bírságot szabni. A még igazán probléma is, ami igazán nehéz ennek az ügyeknek az elintézésében és a földerítésében, nyilván az elkövetőnek a kilétének a megállapítása. Jelesül itt a igazán nagy hatásfokkal akkor bír a hatóság eljárni, hogyha tettenérés történik, vagy akár több tanúval tudják igazolni, hogy ki volt az elkövető. Itt a legfontosabb, én azt gondolom, ebbe a kérdéskörbe ez a szemléletváltás, tehát a felelősségteljes, hogy mondjam, hogy szemetelésre lehet ilyen furcsán fogalmazni. Természettudatos gondolkodás. Így igaz, a természettudatos gondolkodás, igen, mert a hatóságnak itt, mint mondtam, megvan kötve a keze, tehát csak akkor tudunk érdembe jó hatásfokkal eljárni, hogyha tudjuk, hogy ki az elkövető kilét, és rá tudjuk bizonyítani, igazolni tudjuk, hogy ő ezt elkövette. Abban az esetben természetesen itt nyilván bírságolással tudunk élni, vagy a rendőrség, attól függ, hogy milyen mérvű a szabálysértés, vagy a jogsértés, vagy akár a polgármesteri hivatal. Említettük itt a környezettudatos gondolkodást, ugye ennek érdekében idén is nagyon sok mindent megtett a város, de milyen változások várhatók még a jövőben? Jövőben szeretnénk a kertvárosi övezetben élőknek új gyűjtőedényzetet kiosztani, ami a szelektív hulladékgyűjtésre fókuszálna. Ez egy sárga színű edényzet lesz, 240 literes űrtartalommal, és hasonló módon lenne a szelektív gyűjtés, mint ahogy most működik már, mert ebben az évben májusban zsákokat osztottunk ki, műanyag átlátszó zsákokat a szolgáltatóval együttműködve, és ebben lehet két hetente szállítják el a szelektív hulladékot, minden páratlan héten, ürítési napokon, illetve minden héten elszállítják a zöld hulladékot. Ugyanúgy működne továbbra is a zöld hulladék elszállítás, és szeretnénk bővíteni majd ezzel az új edényzettel. Még hogy milyen sűrűn, milyen gyakorisággal lesz az ürítés, azt még nem tudom megmondani, azt majd akkor tudjuk megmondani pontosan, amikor az edényzet kiosztásra kerül. Valamint még azt is szeretnénk, hogy komposztáló edényzetet is szeretnénk osztani azoknak, akik igénylik. Ez a DAREK program keretén belül valósulhatna meg. Mihelyest elindul megkezdi a DAREK bázis ZRT a működését, elindul maga a DAREK rendszer, akkor kerülhet kiosztásra ez a gyűjtőedényzet. Ezekről természetesen televíziónk is be fog majd számolni. Én köszönöm szépen, hogy ma este vendégeim voltak, és megosztották ezt nézőinkkel. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!